Lángoló avar toltanak a tűzoltók. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ebben az évben eddig 571 szabadtéri tűzesethez vonultak ki a katasztrófa védelem emberei. Ez jelentős növekedés jelent az elmúlt évek hasonló időszakát tekintve. A kánikulában pedig még nagyobb az esély annak, hogy a száraz avar könnyedén lángra kapjon. Tartós szárazság esetén egy zivatar után akár már néhány órával ismét meg tud gyulladni a növényzet, sőt a kisebb eső sokszor el sem jut az erdő talajszintjére. Ilyenkor nyár végéhez közeledve megnő újra a szabadtéri tűzesetek száma, úgy, hogy veszti el a vegetáció nedvesség tartalmát. A mostani hőhullám nyilván erre komolyan rájátszik, tehát nagy mennyiségben csökken a vegetáció nedvesség tartalma, és ezáltal könnyebben meggyullad a száraz fű, a szabadtéri növényzet. Június 20-ától egész Magyarországon tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetében, még a tűzrakó helyeken is. A nyári munkák során a kertben felhalmozott kerti hulladék égetését is el kell halasztani most. A tűzgyújtási tilalom alatt ez is tilos. Bizonyos esetekben ugyan adhat felmentést a helyi önkormányzat, az égetés feltételeit és lehetőségeit ilyenkor rendelet szabályozza. A kerti sütögetésről, bográcsozásról azonban senkinek nem kell lemondania, de a kellő odafigyelés és a tűzvédelmi szabályok betartása itt is elengedhetetlen. Alapvető, hogy egy pillanatra sem lehet magára hagyni a tüzet, illetve a még ki nem hűlt parazsat és hamut. De arra is ügyelni kell, hogy ha feltámad a szél, akkor el kell oltani a tüzet. Természetesen arról is gondoskodni kell, hogy oltóanyag és megfelelő szerszám is legyen a közelben, hogy a lángokat veszély esetén gyorsan meg lehessen fékezni. A szabadtéri tűzesetek legnagyobb része könnyen megelőzhető lenne. 99%-ukat emberi hanyagság okozza. Aki megsérti a tűzgyújtási tilalmat, és emiatt a tűzoltóknak kell eloltaniuk a szabálytalanul keletkezett tüzet, az jelentős anyagi kiadásra is számolhat. Ugyanis nem csak a kártérítést kell megfizetnie, hanem tűzvédelmi bírsággal is sújtható, ami 20 000-től egészen 3 millió forintig terjedhet.